Sikeresen zárult az Egy cipős dobozni szeretet elnevezésű karácsonyi ajándékgyűjtő akciója a Babits Mihály Művelődési Központnak. Ez a 8. éve, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ elindította az Egy cipős dobozni szeretet című jótékonysági akcióját így karácsony előtt, és nagy örömünkre évről évre egyre növekvő számban érkeznek az ajándékok. Ezt a programot partnereinkkel együtt a Humán Szolgáltató Központtal és Szekszárd megyei jogúváros önkormányzatával együtt végezzük. Mi meghirdetjük az akciót a város intézményeinek, szervezeteinek, magánszemélyeknek, akik ide is szállítják hozzánk a csomagokat. A csomagokat a Humán Szolgáltató Központ által pártfogolt gyerekek és családjaik kapják meg. Most rendszerezzük a csomagokat, az szerint, hogy ugye hány éves fiú, lány, és utána a kollégák, akikkel kapcsolatban állnak, ők kiválasztják, és holnap reggel 8 órától lehet jönni már a csomagokért, aki nem tud jönni, azoknak pedig mi szállítjuk ki ezeket a csomagokat, úgyhogy igyekszünk, hogy csütörtök, péntek ez mindenféleképpen megtörténjen, tehát hogy a karácsonyfa alatt ezek már ott lehessenek. Egy-egy dobozban sok minden elfér, így a szereteten kívül rengeteg ajándék is. Így került bele játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, higiéniai eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt csalhatunk a gyerekek arcára. Rekordszámú csomag érkezett, 715 darab, és a csomagokat elnézve nagyon igényesen vannak elkészítve, és konkrétan meg vannak írva, hogy fiúnak, lánynak és milyen korosztályú gyereknek szánta az adakozó. Bízunk benne, hogy amilyen a külső, a beltartalom is olyan lesz. A szervezők bíznak benne, hogy ezzel az összefogással rengeteg kisgyermek számára sikerül megszépíteni a karácsonyt.